Sziasztok, köszöntelek benneteket! Változékony időjárást okozott a hidegcsepp fölöttünk a hét folyamán, viszont a hét végére megnyugodott időjárásunk, és a jövő hét elején is nyugodt folytatásra számíthatunk, azonban a hét második felére már érkezhet némi változékonyság. Az előttünk álló időszakban továbbra is a mögöttem levő anticiklon peremén tartózkodik majd hazánk, és nem messze tőlünk északra légtömeg határ húzódik majd, amelynek főként a déli oldalán, a melegebbik oldalán leszünk majd. Viszont a hét második felében már körvonalazódik, főleg inkább majd a hétvége felé, hogy egy hullámzó frontrendszer alakul majd ki tőlünk nyugatabbra, amely szépen lassacskán a hét vége fele a Kárpát-medencét is elérheti majd, ezáltal ismét megnövekedhet majd a záporok, zivatarok kialakulásának a valószínűsége. Az előttünk álló éjszaka viszont nyugodt mederben zajlik, a délután képződött gomoly felhők összeesnek, és mindenütt kiderül az ég. A hőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, és csapadék sem valószínű. A légmozgás pedig mérsékelt marad. A holnapi nap folyamán szintén napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de csak kevés gomoly felhő zavarja majd a napsütést, és csapadék továbbra sem valószínű. A hőmérséklet a délutáni órákban 31 és 35 fok között alakul. Az ezt követő időszakban még mindig 30 fok fölötti hőmérsékletekre számíthatunk, és továbbra is azért még a hét közepéig kitart a nyugodtabb idő, ez látszódik is a mögöttem levő térképek alapján, hiszen csak helyenként fordulhat majd elő csapadék, szerdán például főleg hazánk északi megyéiben alakulhat ki zápor, illetve zivatar, és csütörtökön is csak helyenként valószínű majd kevés csapadék kialakulása. Aztán a hajnali órák viszont már kevésbé lesznek frissítő jellegűek, ezáltal egyre melegebbnek érezhetjük ezt az időszakot, viszont a hőmérséklet csökkenéséig már úgy néz ki, nem kell sokat várni, bár még azért korai, bármi markáns tevékenységről beszélni, ugyanis láthattuk, hogy egy hideg front, egy hullámzó frontrendszer készül majd elérni hazánk területét, viszont itt a valószínűségi tagok szétágazásából látszódik, hogy azért ez még egy kicsit bonyolultabb és még kevésbé biztos helyzet. Ezért majd a következő napokban jelentkeznek kollégáim a frissítéssel, de most már azért látszódik, hogy körvonalazódik némi mérséklődés vagy lehűlés erre az időszakra, és hát látszódik az is, hogy a csapadék kialakulásának is megnőhet majd ott a valószínűsége, a hétvégén már szorványosan előfordulhat zápor, illetve zivatar. Én most még szeretnék további jó hétvégét kívánni erre a kevés időre, ami maradt belőle, és nagyon szép hetet kívánni a jövő hét folyamára. Tartsatok velünk a következő napokban is, kövessetek minket a megadott elérhetőségeken. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!